Üdv mindenkinek! Üdv! Ez egy olyan videótípus, ami, amit szeretnék minden évben megcsinálni, ezért valószínűleg nem lesz belőle több része, hogy magamat ismerem, de hogy amit tényleg szeretnék minden évben megcsinálni, viszont soha nem lesz igazán up to date, mert hogy mindig csak az esemény után tudjuk elkészíteni ezt a videót, mert hogy végig akarom nézni az idei legjobb celebrity, superstar jelmezeket, Halloween jelmezeket. Lesznek magyarok is benne? Nem. Oké. Okay. Illetve de egy... Babin Barbie? Igen. Ja. Először is szerintem beszéljünk egy pár szót a mi elmezünkről. Ja, bocsánat, hogy ilyen furcsa mód, majd végig a mini mikrofonokba fogunk beszélni, de alvás idő van, és a múltkor nagyon folytottan beszéltünk, és ezért nem volt annyira élvezhető a videó. De remélem, hogy ha közelebb emeljük a szánkhoz a mikrofont, akkor egy kicsit jobb lesz a hang. És is sokkal szexuálisabb is az egész. Igen, ez tűzlem. így eléggé fentes és bensőséges. Szóval a mi elmezünk, Megmondom őszintén, nem sok fantáziát raktunk a -e jelmezbe idén, sőt egyébként semmibe, ami a Halloween-bulinkat illeti. Mindjárt megmutatjuk, na. Mert, mert szülők vagyunk, és nincs időnk semmire. Nem, amúgy ma, most idén valahogy így úgy éreztem, hogy a gyerek úgyis elviszi a sót, mindenki rá kíváncsi, igazából csak össze akarunk gyűlni, jól akarjuk érezni magunkat, és ez teljesen bejött egy kis dekort azért feldobtunk, meg főztem egy kicsit, de így, így ennyi. És amúgy eredetileg kicsit sem fantáziadós módon Mike Wazowski, Sally és Bo akartunk lenni, de képzeljétek el, hogy annyira drága lett volna megvalósítani ezt az egyszeri kis alkalmat, hogy, hogy úgy voltam vele, hogy nem. Nem fogok 50 ezer forintot fizetni két overallért, meg egy átlagos gyermek ruházatért, vagy hát neki is rendelhettünk volna overalt, akkor még drágább lett volna. Vicces, mert amúgy mindenki azt itt, hogy Mike Wazowski. Ja, mert hogy hasonló, de, am, de hogy amúgy nem olyan. Nem, hát, nem, hogy csak úgy Színeiben a kettőnek a keveréke. Sőt, szerintem ez konkrétan a Mike meg a sally a keveréke, ez elmez. Bejöttek és azt látok, hogy ilyen kis szőrös kis... Lény. kis zöld valami rufut kezdik, és akkor az első ja. az Nem, de egyébként karakterében a lányunk nagyon hasonlít a bóra, és ezért akartuk azt megvalósítani. De nem, nem fogjuk mindegy. Majd jövőre? Nem, amúgy on, 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 onnantól már nagy is lesz hozzá, szerintem, szóval. Jó. <laughs> Na, a lényeg az, hogy valami low budget jelmezt akartunk, és hát én most már ilyen off-duty vagyok, de hogy egyébként men black ügynököknek öltöztünk, és a lányunk volt az űrlény, akit, mint látjátok, most már megnyúztunk, úgyhogy a föld már nincsen veszélyben. Szóval én már ilyen off-duty-ban vagyok, mert még a blézerem is kölcsönzött volt, mert nincsen fekete blézerem, vagy zakóm, És ezt már hazavitte Anna. De a lényeg az, hogy igazából két sportos fekete napszemüveget vettünk hozzá, meg Vintidről rendeltem egy ilyen gyermekjelmest, és így ennyi. Illetve vettem a kínaiban ezt a nyakba lógó fekete bigyót, és kanvában csináltam magunknak egy ilyen... Hát nekünk vicces. Budget. Igen, egy ilyen beléptető kártyát, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. De így szerintem amúgy összességében jók voltunk. Ó, a szemüvegemet nem hoztam ide. Kezdődhet az értékelés. Nem állítottam sorrendet, igazából mindegy. Az első versenyzőnk, Alex Earl. A számít, hogy ki kicsit szóval nem számít, hogy ki van a képen mm, igazából, nem? Lesz, ahol számít, de ott ja. fogom mondani. Ja. Az első versenyzőnk egy influencer. Azt hiszem Alex mondják a nevét, nem tudom. Számít egy Halloween jelmeznél, hogy félelmetes legyen? Én úgy érzem, hogy a jelmezek alapján, amiket kiválogattam, végig fogunk menni azon, hogy számunkra milyen egy tökéletes ja, jelmez, jó, és, jó. és mi az, ami nem tetszik. Jó, ja, jó, ja, okay. Úgyhogy ezért nem ezeken a... Az... De hogy neked itt van a stream agyad, <laughs> megtervezted már magadban előre. <gül> <Yeah>. <gül> szóval az első versenyzőnk az Alice Csoda országbanból öltözött a Vigyorkandúrnak, vagy vadalmának. Szerintem jó ötlet, mert se van volna eszemben nekiöltözni, de amúgy kicsit unom ezeket, hogy jó test vagyok, és ezért felveszek egy kezes lábast, feszülő kezes lábast, meg egy sminket, és ez a Halloween jelmezem. Nem értek vele egyet. Egyrészt, ha olyan testem lenne, mint ezeknek az embereknek, akkor naphosszat bikiniben járnék, <laughs> télen is. Nekem pont azt tetszik ebben a jelmezben, hogy nekem se jutott volna eszembe, mert annyira megfoghatatlan ez a karakter. Uh -huh. De valójában, ha nem egy az egyben a Disney féle arcot próbálod meg magadra rakni, hanem mint itt raksz egy ilyen félelmetes sminket, meg nem tudom, hogy van-e rajta. Igen, az orra szerintem meg van csinálva ilyen prostetikkel, uh -huh. ilyen uh, protézissel. Szóval szerintem, hogyha direkt úgy van megcsinálva, hogy ez valójában egy ilyen rémálomszerű, vagy ilyen lsd tripszerű Uh, félelmetes macska, de a színeiben emlékeztet a Disney félére, mert az a leghíresebb változata. nekem ez nagyon tetszik. Vagy olyan, amit én szívesen felvennék. Na, én az ilyen szeretem Halloween jelmezeknél, hogy szóval igen, azt kell hogy nem tetszik, amikor valaki szexi akar lenni Halloween-kor. van ez a híres But it's idéz. the only day in girls world, man. <laughs> <laughs> nem <Én> emlékszem, <laughs> hogy van. In girl world, Halloween is the one night a year, when a girl can dress like a total slut, and no other girls can say anything about it. fesznés magán unalmasnál tűnik, vagy nem tudom. Nem, én szerintem szexiám ez is lehet nagyon jó, és nekem az előző például pont olyan volt. Hm. De azt is nagyon-nagyon szeretem, hogyha valaki egyszerűen elengedi azt, hogy szexi legyen, és nem az a lényeg. És én ezt akartam amúgy mindenképpen belerakni a videóba, hogy biztos tök szar lehet nagy sztárnak lenni, akitől mindig elvárják, hogy minden egyes eseményre valami dob, nagy dobása legyen. És biztos szar lehet úgy állni a Halloweenhez, hogy nem élvezheted úgy tiszta szívvel, mert nem öltözhetsz be csak egy random boszorkánynak, mm. mert valamit kell adni, de közben meg ott a világ összes pénze mögötted, a világ legjobb kreatívjaival hát tudsz az együtt az, dolgozni. Hogy... Én ezt annyira élvezném, hogyha minden évben ez egy ilyen show lehetne. Hogy igazából az az embernek erre van emberük, szóval neki csak fel kell öltözni, meg mondjuk leokézni, hogy jó legyen ez. Nem szóval tudjuk akkor a melónak, úgyhogy nem ad te kreatív viszi el. Nem, de azért eljárni a fittingekre, meg ott ülni órákig a make-upban, használják még ilyen jó kis angol szavakat. Egyszerűen rossz lehet néha nem hétköznapi embernek lenni, vagy nem tudom. Ja, az biztos, az biztos visszaad. Szóval <laughs> Na mindegy, ez jutott a szembe. Visszatérve Amelia Dimoldenbergre, soha nem tudom neki milyen neve. Ennek a karakternek évek óta szeretnék beöltözni. roz a szörnyertéből. Annyira jó, és az elején nem ismertem fel amúgy az arcát, mert nagyon ö, távoli képet. Ugye elég távol van hmm. a kivágás ennek a képnek. De ami nekem fontos a Halloween elmezeknél, hogy azért felismerhető legyen, hogy ki az, aki beöltözött. Miért Neked font, ez fontos? Miért fontos? Majd, majd a többi elmeznél érteni fog, hogy ezt mire mondod. Neked ez nem. Egyáltalán nem számít nem, nem. Azt mondom, hogy ha elég kreatív és fantáziadús, akkor ezt el tudom engedni. De alapvetően nekem fontos, hogy látszódjon, hogy ki az, aki beöltözik. Hmm. De mindegy, ez a jelmez ez zseniális, nagyon szépen van megcsinálva, és, és, imádom ezt a karaktert. Aki látta a szörnyetét, azt gondolom így van ezzel. És ez alapvetően szerintem nagyon nehezen megvalósítható, szóval azért nem álltam neki soha otthon megcsinálni, mert a testét, az, az, az nagyon, ahhoz igen. nagyon ügyesnek kell lenni, hogy ezt meg hogy ezt otthon meg tudja valaki. Igen, tudja készíteni. igen, igen, igen. Nem is, nem ért, hogy nem is látjuk ezt a jelmezt. Igen. Szerintem ez, ez, én soha nem is láttam segítenek öltözni, pedig ez egy népszerű karakter. Nyilván azért nem öltözne neki, mert mert nehéz. Mert nehéz, igen. Igen. Zseniális. Igen, ez jó. Na, az egyetlen magyar a válogatásban. Oh. Dylan Sprouse és Barbara Palvin, vagyis Palvin Barbara. Igen, én is így reagáltam. Alapvetően... És tudod miért? Tudod miért? Na. Mert neki kurva jó Halloween jelmezeik Ezt most eltenni. csak azért mondod, mert már animésnek öltöztek. Igen, arra gondolok. Volt már a... a... Monoszake hercegnő. Mononoke. Mononoke hercegnő, meg volt már Gara is. És a, a Ga Gara jelmez, az azt hiszem, tízből tíz. A minden idők kedvenc jelmeze, amikor a Pauline Babi gara Ja Ja. Szóval hogy megint valami animés lesz. Külön-külön a fantom az úgy értelmezhető. Igen. A Kri Krisztin, hogy, hogy hívják, ő annyira nem. Elsa Hosk modell. Menő. Akkor úgy egy jelmez, amikor egyből rámondott, hogy főleg, hogyha az egy, egy, létező személynek költözöl be, akkor fontos szerintem, hogy azonnal rámondják, hogy, igen. hogy te annak öltöztél be, és nekem hogy ja, hát tudod, én vagyok a Diana, mert hát, hát, korona van rajtam. Igen, igen De igen. Hát fontos, hogy azonnal rá tudják mondani, hogy akkor jó egy... Igen. És itt meg egy... ez azt hiszem, kérdezik, hogy nagyon Diana be egy képet, szóval, hogy... Igen. Amúgy ezt szerintem nagyon kétesélyes, mert elsőre megfordult a fejemben, hogy ez amúgy nem fura, meg ilyen tiszteletlenség, vagy nem tudom. De aztán rájöttem, hogy igazából, igazából nem tiszteletlen, mint bárki másnak beöltözni. Mert úgy, szóval, hogy ennek a ruhának óriási sztoria van, hogy ez volt a revenge dress, a bosszú ruha, mm. hogy a, 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 miután szétmentek a herceggel, azután ez volt az, amiben először megjelent egy társasági esemény, és olyan elképesztően gyönyörű volt, mint senki a földön, és úgy Elsa kis is legalább annyira gyönyörű, mint, mint Diana hercegnő volt, és neki is nagyon jól áll ez a ruha. Na mindegy, szóval igen, szerintem szép. Nem tudom, hogy a hajat az bevállalta el, vagy paróka, talán inkább parókának tűnik Ja, de szépen amúgy, Szerintem most Igen. jönnek vissza az ilyesmi retróhajak. Szerintem Igen. nagyon menő lett volna, ha bevállalják. Konkrétan nekem most már... már Konkrétan Nézek? nekem most már TikTokon és egy csomó ilyen fodrász TikTokot fel, és mindenki ilyen 70-es, 80-es évek hajat vágott magának, szóval szerintem parókának tűnik. Nekem is, a, is a parúka. Parúka. Na mindegy, mondjuk modell, szóval Igen, szerintem mi nem, ki. is szabad neki. csinálhatott volna bármit, csak úgy. Bár itt eléggé short bob haja van, szóval annyira nem lett volna a. Ah. nagy váltás, de mindegy. Minden esetre szép. Emma Chamberlain. Mindig elfelejtem, hogy Chamberlain vagy Chamberlain. Ch é, Chamberlain. Én Chamberlain mondom, Cham Legyen Chamberlain. ő a Valasz és Gromitból öltözött Valásznak, ami... Szóval nekem alapvetően nincs bajom vele, vicces, hogy szerintem itt kifejezetten gegszerű az, hogy megmagyaráz, hogy meg van magyarázva a kis matricáján, igen. hogy ő kicsoda. Annyi, hogy azért egy kopasz, kopasz, valamit azért betoltam volna. Igen, egy igen. az, hogy -e mondják valami... ezt. Szerintem, hogyha egy átlagember elmegy halloween buliba, ez itt tökéletes. De hogyha egy sztár elmegy egy halloween buliba, pont az, amit mondtál, akkor ott kell az, hogy ezért egy sminkmester, vagy egy maszkmester valamit alakítson a fejedben, hogy már valami ennek Nekem ez például azért tetszik egyébként, mert azt érzem rajta, hogy nagyon nem akartak komolyan venni, nem volt kedve valami ultramenő menő fashion girlinek öltözni, aki a legmenőbb ö, sminkmesterekkel átoperáltatja kvázi a teljes testét, majd idézőjelben operáltatja, hanem hogy inkább így pont szembe ment vele, és valami olyannak öltözött, ami csúnya, nem kell bele nagy energiát tenni, viszont vicces, hogy pont ettől lesz ilyen geg, hogy én vagyok Emma Chamberlain, bárminek öltözhetnék, de én ennek akartam. Jó, de hogyha a fejét megcsinálták volna, akkor tényleg csúnya lett volna, így meg hogyha leveszi azt a bilitet, akkor igazából egy ö, egy, egy divatos irodai irodai van. De Egy ja. divatos urás, szóval egyébként tök trend lenne, hogy ja. így az utcára, ja. szóval. Igen. Minden a sokat dob rajta. Igen. Alapvetően, ö, ja. Következő. Szóval ezzel azért ambivalens érzéseim vannak. Ezt a nem értettem. Úgy voltam vele, hogy jó, hát ha ilyen testem lenne, nyilván. Nyilván. De aztán elolvastam egy cikket, hogy ő a képen, hol Halle, Helly Bailey, Igen. akit állandóan összekevernek Halle Berryvel, úristen, nem tudom, hogy jól mondom a neveiket, annyira kínos, mindegy, le, le, leírom nektek, úgyis a képen, Szóval mivel állandóan összekeverik a neveiket, ezért direkt beöltözött az egyik karakternek, amit a színésznő korábban alakított, és ez itt uh, Jinx Johnson az egyik uh, Bond filmből, azt hiszem. Szóval egy random kiválasztott egy Aha. karaktert, aminek azért viszonylag könnyű beöltözni, de nagyon jól kell hozzá kinézni, és ez egy ilyen gag, hogy azért, mert a neveik alapján mindig összekeverik őket, neki öltözött, ami szerintem hihetetlenül vicces. Szóval Elsőre nem tetszett, de így, hogy hallottam hozzá a sztorit, így kifejezetten tetszik, hogy bevállaltam. De hogy ez igazából csak egy Halloween-i fotoshoot volt, szóval nem így ment bulizni, mert hogy október van, szóval... Hát ezt nem ez tudom. Ezt nem tudom. Jó. Gyanítom, fel tudják fűteni egyébként az intézményeket. Ahol nem, csak azt gondolom, hogy ez a, a fotó, ami ugyanaz a háttér, mint a másik képen a háttér, szóval, hogy reprodukálták ugyanazt a képet. Igen. Szóval gondolom nem elment el bulizni. Hát nem egyébként nagyon sok sztár van úgy, hogy csinál ilyen külön fotósútok. Például hmm. a kárdes ilyeneknél szerintem tele van ilyennel az instájuk, hogy csinálnak vagy öt Halloween-i elmezt, és a fele csak fotosút. Hmm. Jó, ez egész vicces. De ugye, hogy ah, vicces. Igen, amúgy vicces? Na most jön a legnagyobb csalódásom az évben, ugyanis hogyha valaki nyomon követi, hogy milyen sztárok hogyan szoktak beöltözni, akkor valószínűleg tudja, hogy Heidi Klum mindig a legmenőbb a buliban hmm vagy a legviccesebb, vagy a legelborultabb, ez az idei jelmezük Tomka ulicsal. Nekem tetszett. Én <laughs> szerintem vicces. Szerintem nagyon nem. Nekem ez a zero effort. Kiválasztok egy filmet, ami a világ egyik leghíresebb filmje, és gyakorlatilag kizárólag sminkmesterekkel, sminkmesterekkel megcsináltatom magamnak ezt a maszkot. De tök jól néz ki. Szerintem tök ura jó. Hát persze, hogy jól néz ki, már megcsinálták 50 évvel ezelőtt egy filmbe. És azért nem tetszik, mert hogy... Mert nem felismerhető, hogy kik ezek, nincs benne fantázia. Én az... Ez... Szóval... Ez itt tényleg kizárólag annak köszönhető, hogy nagyon ügyes maszkmesterekkel tudnak együtt dolgozni, és ennyi. Nyilván nem hiszem, hogy a többi sztár magának találja ki, és magának alkotja meg a, a jelmezét, de valahogy ez nekem ilyen... Nem tudom, van benne valami visszataszító számomra, hogy ez... hogy ez ennyi igazából. Hm. Én nem vélem ezt. minden évben vagy az ötlet, vagy a megvalósítás nagyon jó. Mm -hmm. A, jól, a jól jól megvalósítás. Heidi-nál. Nem úgy, hanem például a páva jelmeze. Amikor ő maga volt a pávának a feje, a teste, mm. és egy tánccsoport volt a pávának a farktól. Szóval, hogy mm. az extra, abban van fantázia. Ebben nincs fantázia. Mm -hmm. Ez a Gazdag vagyok, úgyhogy itt akarok lenni. És ezért megveszem magamnak azt, hogy itt legyek. Köszönöm, kurva, vicces, hogy így -en költöztek. Miért? Nem tudom, olyan random. Ma már nem Szerintem beszélünk E.T.-ről. Szerintem... Senkit nem érdekel Iti. Én pont azt érzem, hogy ez nekem nem elég random. És a legrosszabb az egészben, hogy ez itt Jenell Money. Tehát még csak nem is ők voltak az egyetlen jól kinéző IT ebben az évben. Ó. Oh. Kellemetlen. Hm. És ez se tetszik egyébként ugyanezekből Aha. kifolyólag, és nem tetszik, hogy nem tudom, hogy ez amúgy ki. Miért az eszébe két embernek is IT? Hogy, hogy itt mert, IT? mert ez nem annyira nis. Főleg Amerikában nem nis. Jó. Hát Spielberg csinálta. Hát Spielberg csinálta, de mikor utoljára? Mikor, mikor mondtad ki utoljára az IT szót? Hát az, hogy IT hazatelefonál még szerintem a magyar köznyelvben is benne maradt. Jó. Jó, szerintem ez nem elég nincs, nekem ez nem elég fantáziadús tartom az álláspontom. Ez meglepően tetszik nekem. Mi? Hogy mi az, érted, miért van, hogy mit kell a nézni? Simple Life? Te nem vágod, mi az a Simple Life? Nem. Hát amikor a Paris meg a Nicole, a Nicole követték végig, hogy egy valóságsóban, és szerintem a magyar M-TV-n is adták, bár lehet, hogy csak angolul a magyar felirattal. Sosem néztem azt. Mindegy. És akkor ez volt ennek a plakátja. Oh, és értem. ennek öltözött be Kendall Jenner, és Hailey Bieber. Egyikükkel sem rajongok kifejezetten, de szerintem ez ikonikus, és Paris Hiltonnak most nagy visszatérése van. Úgyhogy szerintem ez egy vicces, meg jó jelmez, ez. nekem ez tetszik. Mm. Meg nekem, illik hozzájuk, de... azt érzem. Ez nekem egyáltalán nem volt meg, úgyhogy ezért így nem nagyon tudom értékelni, szóval ilyen... Én nagyon... bocsánat, én nem, nem, tudtam, hogy ez neked nem lesz meg, én azt hittem, hogy te ezt így... Uh -huh. Ez olyan, mint hogyha mondjuk Snookinak és Jay Wownak öltöztek volna. Nát, ez csak, volna. csak, van köztem. Az lehet, hogy jobban is év. tetszett volna. Na. Jó, de ahhoz még kell egy kis idő, hogy elmúljon, és akkor ők is vissza fognak majd térni valamivel, mm. és akkor megint ilyen érted, divatos lesz arra vissza tekinteni. Vissza jogos, megkezni. jogos, jó. <laughs> Felismered? Anélkül, hogy elolvasnád? Hogy kicsoda ez? Aha. Nem. És ha jobban belegondolsz? Ne, akkor se, de a maga a se ismerem, hogy ez melyik szörny. Ez nem egy valós szörny, ha jól tudom, úgy volt ö, a kép aláírás, hogy albino aligátor. Ó, oh, és ki ez? Kim Kardashian. Ó. Oh. Nem oh. ismered fel? Honnan, nem, ilyen felismernem Kim Kardashian-t így. Jó, mondjuk Amúgy te, tudom. te rosszul lánc, úgyhogy szerintem el se látsz az arcáig. De szerintem neki Amúgy felismerhető az arca is, meg nagyon durva, hogy az ő teste gyakorlatilag egy ilyen védjegy lett. És abból a szempontból szerintem ő jó jelmezeket szokott magának választani, mert egyszerűen csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a teste, ami nyilván eléggé elcseszett világképre utal, de hogy a saját brandjéhez képest szerintem ez nem egy rossz jelmez. A lába szerint Photoshop vagy tényleg így Én is néztem, hogy és a farka. Nekem ez nagyon mest, szerintem ez a, de ez az... a képet hozzá van, hozzá van nyúlva S... szerintem. Á, biztos nem. <laughs> Mert hogy nem úgy. Értem. Hanem, hogy szerintem ez, ez, tipikusan egy ilyen fotós és ennyi. Ah. Ez nem jött ki soha a stúdióból. Mm. Ö, nem vagyok oda egyébként érte, félreértés nelség. Minden esetre on-brandnek érzem hozzá. Oncsi. Mm. Igen, kicsit igen. Lizó, ezt tudod mi? Nem, mi ez? Ozempik. <gül> <gül> Ez vicces. Szerintem is vicces. Egyrészt vicces azért, mert hogy ebben az évben akkor átfutott ez az egyébként, hogyha valaki nem lenne képben, akkor ez egyébként egy cukor, cukorbetegségre felírt gyógyszer, amivel rengeteget lehet fogyni, nyilván vannak mellékhatásai, de hogyha úgy érzitek, hogy feltűnően jól néz ki mostanában, jól néz ki mostanában mindenki, és Feklén nagyon lefogyott, fogy. nagyon lefogyott minden sztár, az azért van, mert ennek most. De egyébként évtizedek óta létező dolog, csak hogy most valamiért ilyen nagy, aha, Én és vagy? valamiért most ilyen, ilyen nagy fut. Uh, másrészt azért, mert ugye Lizzo arról híres, hogy uh, plus size, hmm. és, uh, és a test semlegesség egy ilyen nagy követe, vagy hogy mondjam. Igen, ez, ez a Lizón vicces ez a jár, ez Más igen. Máson is lehet volna, másként is vicces lett volna, de így kivetem vicces. Szerintem máson is vicces lett volna amúgy, akit hírbe hoznak ilyesmivel. Ja, annak is vicces lett volna. Mert van, hogy egyébként igen. azért is öltözött be elvileg ennek, mert hogy mostanában sokat fogyott, és hogy nagyon sokan azt mondták, hogy biztos az empik, és azért. De jó, ez már lehet, hogy kicsit streambe megy, de hogy, hogy, hogy miért baj, hogy hoz empiket? Mert hogy ez a saját szerintem más nem károsítanak a saját testüket, Hát, ö, azt Igen, ez, ez, nagyon stream, mert erről nagyon-nagyon hosszúdalmas véleményem van. Szóval egyrészt az amerikai gyógyszerellátási rendszerben ez azt okozta, hogy elszállt az ára konkrétan a, jó, a de ez már amely... amerika-specifikus dolog, hát, szóval. nem kéne jó, így lenni. És... Jó. Amerikai stárokról beszélünk, meg amerikai médiáról. De ami szerintem még inkább probléma, hogy, hogy folyamatosan arról van szó, hogy ki hogy néz ki. Egy pillanatig nem lehetne másról beszélni, mint arról, hogy ki hány kiló, ki hogy fogyott, ilyen csodaszer, olyan műtét, nem tudom, annyira borzasztó, hogy, hogy az egész kultúránk erre épül tulajdonképpen. És nem valami ártalmatlan rúzsról van szó, vagy nem tudom, hanem olyan dolgokról, amiknek tényleg vannak komoly mellékhatásai, vagy lehetnek. Szóval. Jó, de szóval hogy ez akkor lenne, most ebben mindegy, Majd a legfekvívágod. Szóval hogy ez akkor, hogyha valaki így kiállna, hogy én vagyok uh, Gips Jakab, hatalmasztár, és az Ozambiknek hála lefogytam 30 kilót. Az egyik üzenete az, hogy uh attól leszel szép és jó, hogyha lefogysz. A másik üzenete az, hogy én egy sztár vagyok, és én ilyen gyönyörű le, gyönyörűre lefogytam, tehát neked is ilyennek kéne lenned, hogyha szép és híres akarsz lenni. Szóval, hogy ennek azért nagyon sok rossz üzenete van. Hát de valójában tényleg Eleve ez, ez a fogyás kultúra. Vékonynak kell az, hogy híres legyen nagy részt. Hát ez a szomorú, igen. Ez maga az üzenet, ami szomorú. Igen, jó. A túlsúlyság a testre, hát a szívére. Ez le, a legdemagógabb re. vita alap szerintem ennél a témában. Ne, Rendszeresen ne, most... ki van vizsgálva a nő, vegán módon étkezik, folyamatosan sportol, olyan koncerteket nyom, nyom hogy az csak-na. Miből gondolod, hogy ő nem egészséges? Hát abból, hogy a szívének nagyobb testet kell véretele telepumpálni, mint amennyire mondjuk ki van találva. És ez hát, megterhelje a szívét. De nem biztos, hogy az ő szíve ugyanúgy működik, mint mindenkinek mindenki más. Jó, minden én azt mondom, hogy valaki meg sikerül lefogyni, az egy tök jó dolog. És ne, nem kell, és lehet vinni, és lehet túlságosan lefogyni, de hogyha valaki egy, -egy normál testalkatra, amire az orvosilag meghatározva, hogy milyen test százalék indexre lefogy, az egy tök A tök jó BMI dolog. is egy baromság. Mindegy, nem menjünk bele ebbe a témába, teljesen felesleges, mert nem fogunk benne egyet érteni. Pixilot, akit egyébként nem ismerek, csak megtetszett ez a kép, hmm. és beleraktam. Ö, brit, énekes, zeneíró. Tökmenő. Szerintem is. Tökmely. Nekem amúgy lehetne szebb is a kivitelezés, kicsit homemade vibe van, de ha homemade, de akkor viszont nagyon-nagyon jó. Pont azért tetszik. De nekem nagyon tetszenek ezek a kicsit retro ilyen showgirl mm. jelmezek, amik amíg jól néznek ki, valamelyest kreatívak is, kicsit szexik is, de azért nem, nem tudom, annyira jó vibe -ja van szerintem. Meg tök ötlet, hogy üvegne pohának öltözőztek. Igen, okay. a perospritz, és ott van a kezében igen, a kis táska igen. is. Tök Sabrina Carpenter első számú jelmeze. Unalmas, a kis... Csinkabász. <laughs> Tinkerbell, Csingiling. Nem mondom, hogy fantáziadós, de szépen van kivitelezve, nagyon on-brand nála is, tehát nagyon hozzápasszoló. És ami még tetszik, hogy neki ez az egész márkája tulajdonképpen, hogy ő picike. És ugye a Csingiling is folyamatosan azzal, jó, de hogy nem csak, hogy kicsi, mint karakter, hanem a személyiségének a része, hogy kicsi. Hogy bezárják, megfogják, befér helyekre, beszorul, igen. Igen. Szóval nekem tetszik. És a másik jelmeze, ami pedig a grízből a rossz útra tért. Sandy. Hm. Szerintem nem láttam soha a grízt, úgyhogy ezt sem tudom annyira ilyet, Mi igen. van? Csak az van meg, hogy a végén elszáll az autó, mert ilyen popkultúrás utalás. Na, de... akkor megvan, mit csinálunk a hosszú hét <laughs> Uh, én nagyon szerettem a Gryzzt, nagyon-nagyon kevés uh, zenét szeretek, viszont ezt gyerekkorom óta nagyon szeretem. És uh, nem mondanám, hogy ez a jelmező nagyon fantáziadús, de évek óta szeretnék ennek is beállítani. Na és <laughs> cigi van a kezébe. És? Hát az legalább annyira káros, mint a... Ozambik. De szerintem az Ozambik. De ez nem az Ozambik jelmező, ez vicces volt. Ezek jelmezek? Ja, jó. Nem, a, nem az ozempik jelmezről beszéltem, amikor a társadalmi hatásairól beszéltem. <laughs> jó. Szóval nagyon régóta szeretnék ennek is beöltözni, úgyhogy lehet, hogy elkezdem bintiden keresni hozzá a tökéletes uh, overalt, és majd valamelyik évben... Hajad jó. Hozzá. Igen! Amúgy, mert én világéletemben szerettem volna jó szőke karaktereknek öltözni, és aztán valahogy sose raktam bele az energiát, mm. hogy ezt így meg is lépjem. De még itt vannak az agyam hátuljában jó kis ötletek. <coughs> Sweetie! nem tudom, hogy ejtik szépen a nevét. Egy joker jelmez, oké, okay, és... Rettenetes, rosszul vagyok tőle. Nem hogy emlékszem... A 2024-ben joker jelmez é, ezt felvenni? Ezt akartam mondani, hogy... Szóval, hogy... Szerintem, hogyha elmész egy Halloween-i buliba, tök tudom, mert egy joker jelmez felvenni most ez... Ja, de hogy persze. Ez tárként, hogy lehet joker jelmez felvenni 2024-ben, rettenetes. Úgyhogy a tiéd a világ összes pénze is. Van. Igen. Igen. De hogy melyik év volt a Joker-es év? Nem is, nem, nem a Joker, hanem a... Suicide Squad megjelenésével lett mindenki Harley Quinn és Joker, nem? Ez 2018-9. Hát a a, a nolan Batman film volt az, hogy mindenki a, a nem, most a legutóbb. Hát nem. Igen, minden Joker filmje van, ott indult, én ott emlékszem, hogy ott indult, hogy tényleg mindenki Joker igen. volt. Aha, igen. Nekem ami most nagyon meghatározó volt, ez a Harley Quinn-es mm -hmm. mert akkor ugye női karakterben, meg férfi karakterben is megjelent ugyanaz a film, és rengetegen öltöztek annak. És szerintem az is olyan, hogy ha hétköznapi emberként ennek öltözöl, jó, nem túl mm. fantáziadús, de legalább otthon meg lehet menőn csinálni, de sztárként ennek beöltözni, sajnálom, de no. Igen, ne és ne ha, még a, ha még a Retro Joker lenne, vagy ja. ha a Két Arcs lenne, vagy valami más Batman karakter, aki, ó, amúgy imádom a batman a szuperhős filmeket sem szeretem, de a batman a spider man meg egy-két kivételt nagyon, és a Batman a legleg leg, -leg, -leg uh, univerzumom. Szóval, igen, bárki másnak lehetne belőle. Jó, nem, macskanőnek is gagyi lenne. Nem, igen. nem. egy jó macskanő jelmez amúgy szerintem mindig jó. Hát, a, ne, az ugyanúgy, mint egy, az az, ugyan egy jó. Nem, mert a filmben is az otthon összevart ilyen darabokból álló, meg tű, hmm. tű meg nem szerintem az lehet menő. És nagyon szeretnék egy olyan neont még. <laughs> ja, a neon az jó, ja. És ennyi. Ez volt a végeztő, amikor rasszol, ami nagy durranást. Renteléssel -telés, végeztünk. Nem, mert ő, én nem raktam alapvetően név, vagy is ah, és, ah. és most meg automatikusan úgy csinálta a gépem. Ja, szóval ez jó volt, tetszett. Ugye? Szeretem az ilyen kis könnyed videókat. Igen, nagyon szeretném minden évben megcsinálni, csak úgyis el fogom felejteni, vagy valami. Meg most nagyon jó, jön ki, hogy csütörtökre esett a, a, buli, és akkor most így hosszú hétvége le tudtunk ülni felvenni, és ki tud menni még, még a hétvégén. Na jó, király, jó volt. Zárjuk jó. le, mert még akarok Xboxozni, miért fel kell a gyerek. Jó. Kit Viszlát. Lát?